változatosság kedvéért most átjöttünk Nevadába, és levegőt fogunk gyakorolni. Mi sem egyszerűbb, átváltunk a hatos gomba, a úgynevezett longitudinal missile aiming módba, és keressük vizuálisan a repülőt, ugyanis ebben nincs semmi ilyen cucc. Ott is van. És ha megvan, és ilyen kicsi LA kiírva, illetve halljuk a kis hangocskát, akkor bum. Kérdés az, hogy vajon lezuhant-e? Nem, durva, ott repül. Pedig telébe nyomtam. Befogtam, R73. Fox, szavasz. Na végre. Na most elvileg van még egy másik emberünk is, valahol ott is van mögöttem, de jó nekem. És már csak az R73-asaim vannak. Túl gyors vagyok, túl gyors vagyok, túl gyors vagyok. Túlságosan nem figyelek oda, hogy hova megy. Na gyere, 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 gyere. Hopp, fordulj, fordulj, fordulj. Igen, ha túl gyorsan megyünk, akkor folyamatosan fog nekünk pittyegni. Vigyázzunk, mert túl gyorsan megyünk, és túlságosan meghúztuk a joysticket. Nem baj, most ott lesz, figyelj, figyelj, figyelj. Na, majdnem. Fox. Na, Fox! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Bum! Eltalált? Eltalált. Szépen. Le is szedte. Jó van. És ott is a para. Na. Hát kb. Ennyi. Tehát a lényeg az, hogy megnyomjuk a hatos gombot, átváltunk arra a fegyverre, ami a R2R-ünk. Van ugye két fajta, amit tud vinni. Az egyik ez az aranyoska, az az R73, a másik az R60. Azt hiszem, hogy R60. Ugye megnézzük, mi a neve pontosan. R73 és R60M. Ez mind a kettő IR, tehát a legtöbb repülőnek nem lesz. Nincs radar kép, nincs semmi, egyszerűen gyakorlatilag az történik, hogy az orrában ez a pici izé az elején, ez egy optika, és az orrában lévő optikát gyakorlatilag rá tesszük a repülőre, az ellenfél repülőjére, és amikor az ellenfél repülőjének jó meleg a hátsó része, ugye a gázkiöblő nyílás, az exhaust, vagy tehát a kipufogó csúnya szóval, akkor arra ő rá fog lokkolni, és fog utána menni. Most ugyan beraktam két nagyon béna F5-öst, és ez így egyszerűnek tűnt, de mint ahogy az A10 sem, ez sem fighter, tehát ez sem elfogó vadász. Nem érdemes normális esetben, hogyha betámadnának elfogó vadászok, és menekülnöm kéne, nem állnék neki.
verekedni velük, mert mint ahogy hallatszott is, ugye Lomhadög ugyan valamennyire agilis, de azért inkább levegőföldre használják ezt a jószágot, ezért ne nagyon bocsátkozzunk levegő-levegő harcokba, nem jön ki belőle jól. A Su-25T nem arra való. Viszont cserébe sokkal jobb levegő-föld használatra. Mind a kettőre lehet, természetesen, ahogy lehetett látni is az előbb, de azért nem baj, hogyha annál a módnál maradunk, ami eredetleg mint fő használati mód volt kijelölve a repülőnek. Ez például alapvetően egy close air support, magyarul közeli légi támogató repülő. Ennek megfelelően általában nem is nagyon visznek levegő-levegő rakétákat. Lehet vinni rá, el tudja vinni, ki tudja lőni, mint ahogy látszott, találatot is el lehet vele érni, de nem ez a fő profilja, úgymond. Úgyhogy inkább, ha lehet, ne bocsátkozzunk ilyenekbe. Még egy dolog, ha már rakéták. A Su-25-nek, hogyha... Na, nem raktam flare-t meg cseffet. Jó, nem baj. Szóval a lényeg az, hogy a Su-25 a cseffel és flare-rel, a flare-ek fönt jönnek ki a tetején. Ezért sokkal jobb, hogyha amikor kilőnek ránk mondjuk egy IR rakétát, tehát egy infravörös rakétát, sokkal egyszerűbb, hogyha manőverezünk egy nagyot, és egy-két flare-rel le lehet rázni már az IR szemeket, vagy az IR man pedeket. Mert egész egyszerűen a tetejéről jön ki, kicsit oldalra fordítom a repülőt, ja és nagyon fontos, itt is, mint az A-10-nél, csutkára, tehát alapjáratra le kell venni ezt, minél gyorsabban lehűljön a motor, minél gyorsabban lehűljön a kifogó, úgymond, az exhaust, és akkor, ha dobáljuk a flare-eket és közben manőverezünk, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy a flare melegére megy majd az IR rakéta. Nagyjából ennyi. De, mint említettem, ez inkább levegő föld, tehát használjuk arra, és ha tudunk, szerezzünk segítséget a baráti migektől, szukhojoktól, és jöjjenek ők, és kísérjenek, és takarítsanak. Sziasztok!